több helyszínen is megszavazásra került a járdák felújítása, amit a vírushelyzet ellenére is igyekszünk megvalósítani. A koronavírus járvány ellenére több helyen folynak korszerűsítési munkálatok Gyulán. A képviselőtestület korábban már döntött ezekről a fejlesztésekről. Így újulhat meg ezekben a napokban a hármas választókerület területén is több út és járda burkolat. A Honvéd utcai lakótelepnél a járdaépítés első ütemében a hátsó piachoz vezető szakasz épül meg, közel 2 millió forintból. Ez durván itt egy 80 méter, és egy olyan 80 méter körüli járda fog megújulni a Csabai úton is. Ezután a beruházás után úgy néz ki, hogy az következik. A két utca pedig a Gyep utcazug. Az egy teljes felújítás, belvíz, csapadékvíz elvezetés ki lett javítva, víznyomócsövet vezettek, patkaszegély készült, és egy aszfalttal lezárva az utca. Szerdán készült felvételeinken jól látható, hogy a korábban földes Gyep utca zugában elkészült a járda, az útalap, valamint az útpatka. Ott a vízvezetékrendszert is korszerűsítették. A József Dezső utcában pedig szintén útalap épült. A körzetképviselője elmondta, a teljes beruházás 2-3 héten belül fejeződik be.